karácsony többek között az egymásra való odafigyelésnek is az ünnepe, és hát itt teszek én is, odafigyelek a kedves drága nővéremre, hiszen ő vegetáriánus, de a családban mégis hagyományos ételeket szoktunk enni a karácsonyi menünél. Így hát arra a döntésre jutottam, hogy ellátogatok ide Almádiba, Balaton-Almádiba, ahol egy vegán töltött káposztát fogunk készíteni. Ma egy tradicionálisnak mondható vegán töltött káposztát fogunk elkészíteni, amiben természetesen nincsen hús, hanem minden más alapanyag megtalálható benne, ami egyébként a fűszereket tekintve tradicionálissá teszi ezt a töltött káposztát, mert hogy a húst azt lencsével és vegán gabonakolbásszal fogjuk helyettesíteni. Nyilván van benne rizs, nyilván megtalálható benne a bükkfán füstölt piros paprika, ajósok hagyma, ajósok fokhagyma. És hát természetesen enyhén savanyított káposztalevelekbe fogjuk tekerni magát a tölteléket, és elkészítettem már hozzá az alapot is, úgyhogy olyan lesz megszólalásig, mint hogyha egy húsos káposztát ennénk. Kezdjük az alapokkal, némi zsiradékon pirítsunk meg egy kis hagymát, aztán meg toljunk hozzá egy kis fokhagymát. Én mindenekelőtt még a lencsét is leszoktam pirítani a fűszerekkel, szóval az ad egy olyan plusz, kicsit kérgesebb, kicsit teltebb, kicsit zsufább ízt a töltött káposztának, amitől még inkább a tradicionálisabb fajtára fog hajózni. Hogyha a tipikus karácsonyi ételeken gondolkodom, veganizálva nyilván, húsmentesen és mindenféle állati összetevőmentesen, akkor én pluszba még azokat a tradicionális ételeket is számba veszem, amiket egyébként úgy szocializálódtam én is, hogy húsosan fogyasztottam és készítettem el. Szóval itt játszik a töltött káposzta, itt játszik a kórhelyleves, játszik a vegán Wellington. Szóval se szer és se száma azoknak az ételeknek, amiket karácsonykor föl tudunk vonultatni vegán formában, húsmentes formában az asztalra, úgy, hogy közben ne legyen hiányérzetünk sem. Azt tudod, hogy köszön egymásnak két rizs? Párizs. Én vettem a tenyerembe egy levélkáposztát. Egyek én is? Megmutatom, és akkor utána szerintem jó. Már tudod magad is készíteni, mert ez egyáltalán nem nehéz. Persze. Mindenképpen kihűlt töltelékkel dolgoz, mert szét fogja égetni a tenyered. Az első tekerést ráhajtottad a töltelékre, azzal a lendülettel be is hajthatod a két oldalát a tölteléknek, és onnantól kezdve már nincs más dolgod, mint hogy ráhajtsd az egészet, és ilyen iciri-piciri kis takaros cuki kis töltelékeink lesznek. Jó, hogyha töltött káposzta, akkor te mivel szoktad enni? Tejföllel. De vegán tejföllel. Ja, hát nyilván. Nagyon kevesen szokták, de én pedig tartalmatlással. Mert az egy kicsit édes. Nem, mert úgy felvidéki vagyok, és akkor ott az nagy hagyománya van a tatárnak. Úgy, hogy tatárszka, omácska. Ó,